Jelen videóban a legújabb tévék területén zajló sajátos versengésről lesz szó. A dolognak a tartalom szolgáltatás szempontjából óriási jelentősége van, hiszen a televízió képernyők egyre nagyobb feldantást képviselnek. Ugye legutóbb ez a úgynevezett UHT, tehát Ultra High Definition felbontás az, ami sokat ígér a rövőre nézve. Ez 4K néven is fut. Az UHD-hoz tartoznak egyébként széles értelemben még a 8K-s felbontások is. A képernyőn itt látható, hogy milyen hány képpontból áll egy-egy ilyen kép a televízió képernyőjén. Itt fontos megjegyeznünk, hogy ez a lila színű vonal jelzi azt, hogy itt van bizonyos különbség a digitális televíziózással foglalkozók és a filmipar között, de hát nyilvánvaló, hogy ezt a kérdést a digitális televíziózás fogja eldönteni egyre inkább. Ha tovább megyünk, ugye a háború kérdéséhez, ahhoz a versengéshez, amit zajlott az elmúlt néhány évben, akkor ezen az ábrán összehoztam egy tipikus bevásárlóközponti szaküzlet képét, ahova, hogyha bemegyünk, ugye akkor azt látjuk, hogy rengeteg televízió van egymás mellett elhelyezve, a választás roppant nehéz. Ezért ugye a különböző teszteléseknek óriási jelentősége van, amelyeket ugye ma már leginkább ugye az interneten keresztül nézünk meg. És természetesen az ár se egy elhanyagolható kérdés. Na most az USA-ban az elmúlt 3 évben a következő értékeket mutatták ezek a tesztelések, minősítés és minden más szempontból. Itt látható, hogy 3 gyártó eleve vezeti ezt a versenyt, a Sony, az LG és a Samsung. Itt ez csak a 60 hüvelykes televíziókra vonatkozó kimutatás, amelyek ugye az UHD verseny szempontjából eleve meghatározóak. Ez ugye megfelel több mint 152 cm-es képátlónak. És itt ez az ábra diagram, kettős diagram, ugye azt is mutatja, hogy milyen átlagárakon forgalmaztak az egyes gyártók. Ebből látjuk, hogy ugye a Sony az a legmagasabb áron, ebben persze nagy mértékben hozzájárult az is, hogy a Sonynak ugye nagyon magas hozzáadott értékű kínálata volt mindig, és hát mindig vezette a versenyt abban a tekintetben is, hogy a nagyobb képátlójú televíziók területén forgalmazott a többi gyártóhoz képest elsősorban. Ezért ugye az átlagára is magasabb. Az LG és a Samsung hát valamivel alacsonyabb. Itt van egy negyedik gyártó, a TCL, ez egy kínai gyártó, amelyik hát nagyon jól közelített az Egyesült Államokban a 3 nagyhoz, és hát az árai jóval alacsonyabbak voltak. A többi gyártóról ugye el lehet mondani, hogy ők alacsonyabb minősítést kaptak, a 60 hüvelyk fölötti, 152 cm fölötti kategóriában. Hát az áraik is persze alacsonyabbak voltak. Tehát nem is nyújtottak akkora minőséget, ezért nem is kérhettek olyan árat, mint mondjuk a 3 nagy, illetve még a TCL. Na már most, ha a piaci részesedést a forgalmi bevételek szerint nézzük, akkor ugye látható, hogy az elmúlt 10, tehát 2008 és 2018 között a Samsung mindig vezette a mezőnyt, de azért a 16, 17, 18 során ugye csökkent
a forgalmi bevétel szerinti részesedése a piacból. Míg ennek a TCL nevű cégnek pedig folyamatosan növekedett, és ha megnézzük, akkor látható, hogy itten már a LG elé lépett az 2018-ban. Fontos itt persze megjegyeznünk, hogy itt az LCD TV-kről beszélünk, ugye, és hát tudni kell, hogy az előbbi ábrán ugye a LG azzal is vezetett, hogy ő a organikus LED, tehát az OLED TV-k piacán, ami egy teljesen más technológia, nem az LCD-n alapszik, ugye ő egy vezető gyártó, tehát ha onnan néznénk, nyilván más lenne a piaci pozíciója. És hát vannak itt más kínai gyártók, a Hisense, a Skyworks, és így tovább. Na most valahol a Sony most itt ezt éppen eltakarja, ugye ez a ábra mutatja a Sony-t, ez meg a Sharp, egy japán gyártó szintén. A Sony nem törekszik egyébként a vezető tévégyártó pozícióra, egyszerűen azonokból kifolyólag, hogy ő egy média konglomerátum, tehát neki sokkal több lehetősége van a forgalmak megszerzésére, és hát ugye mivel az összes tévégyártó közül ő az egyedüli, amelyik benne van a tartalomszolgáltatásban, 2018-ban a teljes, vagy 2019 márciusában lezárult pénzügyi évben 80 milliárd dollár volt a Sony-nak összességében a bevétele, és ebből 15 milliárdot tett ki a tartalomszolgál, a média konglomerátum tevékenység. No, hát ennyit erről most a forgalmi bevételek szerinti csoportosításról. Az értékesített darabszámok szerint, és itt már egy kicsit az idő sáv is más, ugye 13 és 19 között, itt látható, hogy a Samsung ebben a tekintetben is vezet, a darabszámok tekintetében. A LG itten tulajdonképpen egészen a mai napig, ugye itten a második pozícióban van, akárhogy is vesszük, ami egy érdekes dolog, ami azt jelenti, ugye, hogy az LG elsősorban darabszámmal érte el azt a forgalmat, amit elért. És a TCL van a harmadik helyen mai napig. Utána következik a Hisense, a Sony és mások, ugye. A jelentősége ennek a bizonyos Ultra HD TV-knek az, hogy ezeken már egészen jó minőségbe lehet fogni a, vagy nézni pontosabban a tartalmakat, ami ugye az ismert tartalomszolgáltatók, streaming szolgáltatók, mint a Netflix vagy a HBO Go tekintetében ugye fontos, mert egyre több olyan digitális tévétartalom jelenik meg, amelyek ezeket a nagy ultrafelbontású filmeket is tudják szolgáltatni, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ugye mozi minőségben tudjuk nézni a videókat és a filmeket. Ezen az ábrán egy előrejelzés látható, mégpedig arra nézve, hogy mennyire fognak elterjedni ezek az Ultra HD TV-k a háztartásokban. Itt látható, hogy 2023-ban már 600, több mint 600 millió tévé lesz a világon a háztartásokban. Itt külön kiemelném Észak-Amerikát, aminek ugye az a jelentősége, hogy itt akkor már a háztartások 71%-ában lesz Ultra HD TV. De hát ez annak is köszönhető, hogy az Észak-Amerikában ugye ezek a tartalomszolgáltatások nagyon régóta vannak. Tulajdonképpen a világ más részeiben a digitális televíziózás ilyen online módon, amit a streaming szolgáltatók jelentenek, ugye csak mostanában terjed. Úgy, ahogy a filmiparban is, hogy Észak-Amerika vezetett, így a digitális televíziózásban is. Hát jelenleg, illetve 2018-ban ez egy pontos szám, itt 222 millió volt, és hát itt fontos megjegyezni, hogy Ázsia és Óceánia ugye itt 46 millióval növekedett ez alatt az idő alatt. Na már most, hogyha megnézzük, hogy milyen modelleket vásároltak az USA-ban, és milyen áron, nem utolsóban, itt a Sony-nak a megfelelő
képátlójú készülékei láthatóak. Abban az esetben, hogyha megjelent egy az aktuális modellem egy fok, hát gyakorlatilag egyenértékű újabb modell, mint például ebben az esetben, akkor ugye azt is föltüntettem. Vagy hát van olyan eset, amikor leváltja egy újabb modell a régit. Itt látható, hogy egy komoly áresés volt, ugye. Itt azt lehet mondani, hogy bizonyos esetekben, például ugye itt van ez a 75 szolos televízió, itt hát gyakorlatilag több mint 50, jóval több mint 50%-ot esett ez alatt a két év alatt a televízió ár. Közben ső érték is látható. Ezek mind Best Buy árak. Ha viszont ugye azt kell megnéznünk, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt egyáltalán egy ilyen tévé, itt most a két évvel ezelőtti elérhető kategóriát, amit Amerikában, tehát másképpen nevezik Amerikában és másképp a világ más részein ezeket a termékeket, Z9 elférhet a ZF9. A lényeg az, hogy ez úgynevezett Master Series, Mester sorozat, hát ez még egy kicsit a musterra is hajaz, ami ugye azt a minőséget jelzi, hogy eredetiben készülnek a filmek és a videók. Itt látható, hogy amire a Sony törekedett, az a tökéletes realizmus. Mégpedig ennek érdekében több lépcsőbe kifejlesztette a most már Ultimate-nek nevezett, tehát a végső igényeket is kielégítő képprocesszort, aminek jellemzője, hogy több száz objektumot észlel a képernyőn, és intelligens módja feljavítja a fényerőt, a részletességet és a színeket, ahhoz, hogy ezek minél jobban érvényesüljenek. Na most ez a közép és felső kategóriában Sony esetében már minden modellben ez látható, ez hamarosan ez a képprocesszor működik, ezt majd látni is fogjuk. Fontos ugye az LCD televíziók esetében, hogy lehetőleg minden szögből megfelelően torzítás és veszteségmentesen látható legyen a televízió, hiszen hát nem feltétlenül csak egy ember nézi őket. És a másik az, hogy a képernyőnek a minősége is jó legyen. Na most a Sony-nál az elsőt egy ilyen úgynevezett X-Wide Angle, tehát hogy széles látószög, minősítő jelző, jegy tulajdonképpen, jelzi, a másikat pedig az a Triluminos nevezető display, Triluminos kijelző, minősítőjegy. Egy másik határozott igény, ugye, hogy van mozgás természetesen, amikor nézünk egy videót, vagy egy mozit, és ilyenkor a sajátosság ennek a technikának, ami ugye a digitális tévének, hogy a mozgást valahogy javítani kell, ne legyenek ilyen, tehát hogy fényerő veszteség nélkül lehessen tulajdonképpen a gyorsan pergő jeleneteket is látni, tehát a valóság hű maradjanak. Természetesen fontos még a hangélmény is. Ezt a Sony egy ilyen csúcs hangprojektorral, az EF9 nevű hangprojektorral oldotta meg, ami a Dolby Vision és Atmos technológiák alapján működik. Itt tulajdonképpen amit látunk és a hang, amit hallunk, ezek mind összhangban vannak, tényleg egy házi mozi élmény biztosítanak. Fontos ugyanakkor ugye az Apple AirPlay, Apple HomeKit-tel való együttműködés. A technikai részlet az, hogy úgynevezett full array LED, vagyis a LED-eknek egy teljes együttese legyen a képernyő mögött. Ez egy helyi háttérvilágítást jelent.
szemben azzal, hogy ugye oldalról van csak megvilágítva. Ezek a közép és felső kategóriás televíziók a Sony-nál mind egy ilyen tulajdonsággal bírnak. Természetesen itt ezeknek a zónáknak a száma az bizonyos tekintetben változó, tehát lehet néhány tucattól egészen néhány százig. A következő igen fontos szempont az az, hogy a éjszakát és a éjszakát is megfelelően lássuk, és hát ezt a kontraszt növelésével érik el. A legfelső kategória sima LCD TV-k sorozatban az Z9F, ugye nálunk Európában, az EF9 Amerikában Master sorozat, itt 12-szeres kontraszt növelés van, ennek a nevezett Extended Range Pro nevezetű technológiának minősítő jegynek a keretén belül. A következő természetesen az, hogy a High Dynamic Range, ami egy speciális szolgáltatás, szabvány tulajdonképpen, ami 4K-ra is definiálva van, hogy a felbontás egyáltalán jobb legyen, kellemesebb legyen, stb. Erre vannak különböző szabványok, ilyenek a HDR10, a Hybrid Log Gamma és a Dolby Vision, hogy ezeket ugye le tudja játszani. Ennek a minősítő jegye így néz ki. Hát és természetesen igen fontos az, hogy maga a TV okos TV legyen. A Sony az Android TV-nek a platformjára állt, mint ahogy egyébként a TCL is. A Samsung az saját platformot fejlesztett. És hát itt azért egy nagyon fontos szolgáltatás az, hogy angolul már mindenképpen lehet hangvezérléssel irányítani ezt a televíziót, ami hát egy komoly előrelépés. És végezetül, amit itt még ki kell emelni, ez az úgynevezett Netflix Calibrated Mode, tehát hogy a Netflix tartalmak kifejlesztésének megfelelően mutassa a képet a televíziónk, tehát ezt úgy mondják, hogy a stúdió musteren, ahogy ez megjelent, azt lássuk, azt a minőséget. Nagyjából ezek a jegyek azok, amelyek meghatározzák az elmúlt két évben a kínálat közép és felső kategóriáját. Itt nagyon lényeges látnunk az árakat. Ugye itt láthatjuk azt, hogy van egy kategória, amire ugye ezek a minősítő jegyek együttese jellemző, és amelyek mindegyik ezt az X1 Ultimate, tehát végső képfeldolgozási produkciót előadó képprocesszornak alapján működnek. A Sony-nál van egy másik, még a középkategóriához ebben az időben, ez az X1 Extreme nevezetű, ami a sima X1 processzornál 40%-kal nagyobb teljesítményt nyújt. Ugye ez egy alsóbb kategória, mondjuk a közép kategória volt az elmúlt két évben. Ez pedig a X1 Ultimate, most hogy teljesen angolul lejtsük, ez ennek a kétszeres teljesítményét képes nyújtani. Az összes többit ugye itt látjuk, hogy az egyes modell sorozatok, azok milyen a fentiekhez képes, milyen jellemzőkkel bírnak. Itt rögtön látjuk azt, hogy itt megjelent az elmúlt két évben ugye a 8K-s televízió, ahol ennek megfelelően már az Extended Dynamic Range Pro az 8K-s, és a kontraszt növelés is nagyobb, 20-szoros, hiszen ott egy jóval nagyobb képernyőről van szó. Maga a háttérvilágítás is egy meglehetősen továbbfejlesztett, ami a Backlight Master Drive nevet viseli. Itt már a bizonyos adatok szerint 700 zónája van a tulajdonképpen, amit itt ugye így látunk a televízióban,
a háttérvilágító rendszernek, amit ugye egyenként tudna szabályozni, irányítani. Persze itt óriási árakról van szó, ugye egyrészt ezek csak a legnagyobb képátlóban jelennek meg, tehát itt ott is 85 hüvelyk, illetve 98 hüvelyk, ennek megfelelő centiméterek, és hát az árak pedig horribilisek. Itt mindkét esetben ugye a megjelenés, adott esetben 2019. május, itt még 5,5 millió forint volt a 85 hüvelykes, és hát ez még azért május elején sem ment lejjebb, mint 4 millió 675 ezer forint, amennyire elérhető. A 98 hüvelykes pedig hát még ennél is több, mert itt ugye látszik, hogy itt eredetek 27 millió forint volt, és ez alig 13%-kal csökkent az elmúlt időben. Úgyhogy hát ez egy nagyon speciális kínálat, mondjuk azt, hogy vagy a szupergazdagoknak, vagy egy-egy ilyen kiállító teremben, ahol egyéb célokat szolgál, tehát nem háztartási célokra. Ami gyakorlatilag elérhető azonban mindenkinek, az az 1 millió forint, illetve hát az alatti kategória 65 hüvelyben és 75 hüvelyben. Itt is az áresés nem volt túl nagymértékű. Itt ugye azt kell megjegyeznünk, hogy itt 12-szeres kontraszt van, szebbe ez alatti mindössze 6-szoros kontrasztot produkáló modellekkel. Tulajdonképpen ez a X950G, ahogy nálunk ezt nevezik, ezt a sorozatot, Amerikában meg X95G-nek, ez az, ami elérhető. Itt persze abban is különbség van, hogy ugyanitt láttuk, hogy ez a széles látószög, ez közös jelző. Egyedül ennek a modellsorozatnak a 55 szoros és 65 szoros tagjainál nem igaz, ott ez nem tartozik, ez a tulajdonság nem része ennek a két méretnek. Az árak viszont hát ennek megfelelően alacsonyabbak. Ugye itt láthatjuk, hogy itt 50, illetve 52% volt az 55 és a 65 szoros tévékben az áresés a 2019 márciusi árakhoz képest. És hát végezetül, ugye itt fölmende ez a sorozat, ez a X950G egészen 85 hüvelykig, és hát itt azért látjuk, hogy itt az már azért 1 millió 190 ezer forint fölött van, tehát az is már nem feltétlenül a háztartásoknak a jellemző terméke. Itt csak egy példaként mutatom azt, hogy ilyen abban a kategóriában itt milyen trükkökkel működnek az egyes televíziógyártók. Fontos azonban ebből a QLED-nek nevezett technológia. A QLED az tulajdonképpen a Quantum Dot LED megnevezésnek a rövidítése. A Sony is valami ilyesmit kínál a Triluminos kijelzőkkel, még hogyha ezt nem is sorolja ebbe a kategóriába. Magának a kategóriának a hátterében egy ilyenfajta technológia van, hogy ilyen nanokristályokat használnak ahhoz, ez valahol beépül a különböző rétegek közé, és a kristálynak a mérete, amik hát itt látható, hogy 1 nanométertől 3 nanométerig terjed, kék LED fénnyel gerjesztve egy adott hullámhosszúságú fényt, kék, zöld, stb. Tud generálni. Ezt használják, ezt az alapjellemzőt tulajdonképpen ezek a Quantum Dot televíziók. Én ezért magát, ezt az egész bejegyzést és a videóját, ami a bevezetést, a bejegyzést a QD LED kategóriaként jellemeztem, hogy ebbe egyértelmű legyen, hogy itt nem feltétlenül csak azok a tévék vannak benne, amelyek már használják ezt a QLED elnevezést, hanem az ezzel
ehhez nagyon hasonló, azzal egyenértékű televíziók is, amik ezen a kvantumdot elven alapulnak. És hát végezetül kell beszélnünk még egy fontos tényezőről, ugye már itt ez a háttérvilágító rendszer erről szó esett. Itt azt kell tudnunk, hogy általában, ha egy sima LED tévét veszünk, tehát ugye egy olyan LCD tévét, aminek a háttérvilágítását LED biztosítja, ezek úgynevezett direkt vagy szél világításúak lehetnek. Itten, ha az egészet egy ilyen LED rendszer világítja meg, mindenféle különbségtételi lehetőség nélkül, akkor itt általában ezek a tévék 400 nit, ez a fény sűrűségnek a jelzése, magyarul, hogy mennyi fényt tud adni az a adott képernyő. Hát ez a 400 nit, ez elég alacsony mondjuk a gyakorlatban, ugye ennek különösen a világos helységekben van, és nappali világítás mellett ugye jelentősége, amikor a tévé szinte alig látható emellett. Ugye itt a kontraszt is alacsonyabb, és itt a legalapvetőbb high dynamic range teljesítő képességek a meghatározók. Ettől kicsit jobbak azok a LED televíziók, amelyeknél ilyen függőleges, tehát vertikális zónákba van megoldva a háttérvilágítás. Ezzel itt fölmennek egészen mondjuk 1000 nitig, az már 2,5-szerese, és itt látható, hogy itt már jobb a kontraszt, és hát persze a HDR teljesítő képesség is, de azért ennél sokkal jobb az, amit a full array LED a fald, amiről ugye már említést tettem, nyújt. Mondjuk itt jellemzően ugye 150 zóna körüli a elért minőség, és itt akár 2000 nitet tudnak produkálni, de hát itt a zónák természetesen túl nagyok, ennek megfelelően nem a kiemelés, amit tudunk ezzel produkálni, és javítani ugye a sötét éjszakai felvételeket, hát az sokkal gyengébb, mint abban az esetben, hogyha valamilyen más módszerrel működünk. Na most a TCL-nek egy legújabb megoldása, ami ebben az évben jelent meg, ez nevezett mini LED. Ennek a lényege az, hogy sokkal több zónát tudnak kialakítani, itten összesen 1500 nit, az elérhető képfény. Hát közel semmi áthallás nincsen, most áthallás alatt érzel, amikor átmegy egy olyan területre az háttér, megerősített háttérvilágítás, amelyiket nem kellene megerősíteni. Ugye hát itt a különbséget látjuk rögtön. A kontraszt is itten kiváló, és hát ezzel érhető el a legnagyobb high dynamic range teljesítő képesség is. Tehát azok a HDR tartalmak, amelyeket szolgáltatnak, azok itt valóban élvezhetővé válnak. No már most, ha ugye visszautalnék itt a Sony esetére, a Sonynál ugye a Backlight Master nevezetű megoldás van az egészen a csúcs kategóriában, ami hát az háztartásoknak nem elérhető. Az gyakorlatilag egy hasonló módon működik, ottan ezt a Sony nem közli, de ott is valami ilyesmi van, hogy 768 zónát működtetnek. Náluk még talán annyi különbség lehet, hogy a maga a LED fénynek az irányítását is hát ők erősen fókuszáltan tudják produkálni, tehát nem szóródik mondjuk a LED fény egy-egy zónán kívülre. Hogy a TCL-nek ez az új megoldása, ami ugye ebben az évben került bevezetésre, hogy ez most milyen összehasonlításban van a Sony-val szembe, hát ezt majd még kiderül.